Úristen, mennyi kuka! Hol a kis teherautó? Megvan. Az aranyraktártól nem messze. Na, kicsit szembe a forgalommal, mert királyok vagyunk. Most akkor a cangát dugjuk el valahova. Hát ez jó hely lesz. Na ez, ez rábuggolt a fejünkre, gyerekek. Hopp, most belekerültünk. Az fasza. Na, nem baj, csapassuk. A térkép szerencsére jelzi a kukákat, úgyhogy elég fasza. Nem kell őket külön keresgetni. Kivittünk egy oszlopot. Na, nem baj. Valami bindet kéne csinálni az ilyen kisebb koccanásokra. Hogy fasza legyen. Na, legközelebb. Azt mondták, az ebetűvel kell vinni. Aha, megfogtam. Futni nyilván nem lehet, vele se ugrani. Aha. Úgyhogy vissza is kell tenni a helyére. Ez szemétség. 6000 forintot kaptam egy ilyen kukáért. Mint egy 10 perc alatt meglátjuk, hogy mennyi pénzt sikerül ezzel összeharácsolni. Hopp, egy kicsit odavertük a kukásautót, de ha nem a miénk, úgyhogy ki nem szarja le. Ami egy Noki bele nem ül és el nem köti. Ja, mondjuk addig így... Úgyhogy nincs egymás mellett több kuka, mert akkor végül is hatékony lenne. Nem a kocsira akartam felszállni. Ja, kuka. Hogy fut, úristen? Ez a karakter. Trabdáhozok az út közepén ezzel a nagy böhöm nagy. Nagy böhöm nagy, ezt is jól kifejeztem. Semmi gond, semmi gond. Az animáció nem lenne, akkor jó lenne. És nem maradnék úgy utána, az is fasza lenne. Úgy látszik egy ugrás, hanem elég ahhoz. Thank you.
Na, miért nem vetted fel se? E? Mi a fasz? Jó, oké. Okay. Vodafak történik most éppen. Jó, nem tudom, lehet ez a kuka bebuggolt, menjünk a következőhöz. Igen, milyen szép zöld szín van ennek a kukás autónak. Tökre jó cucc. Kapcsoljunk egy kis zenét. Itt még mindig itt ez a szar. Ja, itt is egy kuka van, és az van kör ennyire. Mi a fasz ez a bug? Hogy körbe kell falazni ezeket a szarokat. De az ilyen sikátorokba rakhatnának egy kicsivel több kukát. Aha, ezt se tudom elvinni. Akkor valamit elnézhettem. Hol vissza a kukát? Gyerekek, ez nem tudom, mi a fasz. Ez valami, ki kéne üríteni kukás autódát két kuka után? Az hülyeség lenne. Na akkor kezdjünk el a binok nekirogatni. Wix 76. Nem tudok megfogni egy kukát. Lehet, hogy csak ki kell olvasztani, vagy valami hasonló. Tudod, ideálltam, megnyomtam az evetét, és akkor working volt. Mögé mennyi is. E. Tehát akkor átirányítottak egy másikhoz, mert ez is bugos. Fasza. CMT a Payday. 0 forint. 0 forint. Éppen dolgozom egyébként. Miért kapok 0 forintot? Hogy van ez? És bicikliért nem kell adózni, ez viszont egy jó hír. Annó V2-be kellett. És amíg még nem volt Zuzda System, addig... hát örökre a neveden maradt kb. A bicikli, hogyha rá nem tudtad sózni valami Nokedlire. Ha már egyből jobb is. Tegyük vissza ezt a szart. Na, aveljünk innen. Fut, 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 beszáll. Milyen menő lenne már így lehetne irányítani a karaktert? Mondod neki, fut, 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 beszáll, fut, 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 gyere, gyere, állj, gyere, állj, gyere, gyere. Lopott poén. Level 10 000. Na miért nem hallok már valami jó kis zenét? Előzőnek olyan jól be tudtuk fogni ezt a Reggae FM-et, vagy én nem tudom mi volt ez, de nagyon laza volt. Tisztára ilyen jamaikainak éreztem magamat, hogy jövök, megyek ezzel a szarral, még akkor a favágós kocsival. Nem megy az Istennek se fölfelé, de nem idegeskedünk rajta, be vagyunk állva, mint a szar, úgyhogy
Nem idegeskedünk rajta. Most az előbb kiírta, hogy a 25-ből 5 van meg. Úgyhogy... ugye ez az ötödik. Úgyhogy akkor mind a 25 kukát belerakjuk, és lehet, hogy ad valami bónuszt, hogyha a 25 kész van. Legalábbis remélem, már így 6000-esével ez nem biztos, hogy a legeredményesebb munka. Anyádat! Kös csicska. Na ne erre menjünk. Itt van elvileg valahol még egy. Öcsém, 103-mal megyünk ezzel a nagy szarral. Na, faszom, ez is bakos. Itt egyre ritkábban vannak kukák. Úgy látom ezen az útszakaszon, úgyhogy... Hú, azt hittem beszorulunk. Megyünk erre. Remélem nincs creep, aki úgy gondolja, hogy ha betévedünk az utcájába, akkor kirabol-e mészáról meg csak úgy random, mert ez az ő placuk. Vagy mert Lilti az ő haverjuk. Anyád picsáját! Megbüntettek 28 ezerre? Ez nagyon sok. Olyan, mint eddig nem is dolgoztam volna semmit. Ilyen ferdén van rajta, lol. Most veszem észre először. Úgy gyerekek, de mire a 25 kukát összeszedjük? Fú, bazd meg. Az kemény menet lesz. Szorakodunk itt a nagy megfordulással. Muszáj. Most meg kapcsunk valami zenét. Hoppá. Tütögetünk össze-vissza. Na, megint ide szálltam fel, faszomba már. Vissza, úristen. Oké. Megszólalt egyből a rádió.
Na, kurva életben már. Nagyon kilőjük a rádiót, kurva idegesítő. Marad a jó öreg GTS. Na itt csak 30 a gyerekek. Vagy fordulni nem lehet lassabban, vagy gyorsabban. Na, lassabban, igen. Mi? Mindegy. Jó, nem nekem pofáznak, ott volt egy kuka. Na mindegy, megyünk a következőhöz. Na, már csak fél óra míg áthívünk ezen az útszakaszon, 48 milliárd fekvő rendőrön. És még a piros is megfog, ami nem fogunk megállni, fixen. Megint megvan a Regi FM, úgy hallom. Mennyi kurva kuka kell még? Még nagyon sok. Még a felénél se járunk. Anyád? Rendőrség előtt fogunk megint egy kukát fölvenni, és hát megint azzal szembe, és egyszer először, ez az, megtalálom a végén én a szavakat, amiket akarok mondani. És bagos kukát találtunk. Esefi garázsát cserélni Elesire. Nyilván én is benne lennék abszolút, hogy kurva messzire áttegyem a garázsomat. Ugyanakkoráért. Ó, ilyen ez is körbe van baszva. De milyen megoldás ez már egyébként? Ott egy kuka, ami nem működik, basszú körbe RBS-ekkel. Tényleg, szabott menő. Én ezt a kukát amúgy tolom? Told vissza a kukát a zöld markerbe. Én tökre úgy láttam, hogy viszem. Na nem baj. Ők biztos, ami mást láttak. És fogadjuk, hogy ez is bagos lesz, mert miért ne lenne az. És nem! Hú! Hogy szalad, figyeljétek! Te kemény! Ezt már megvette valaki?
Kereskedőház, az mi az? Zárva van nyilván. És egy újabb bugos. A kédes kurva anyádat! Na jó, most untam meg ezt a gecis kukásolást. Nagyon idegesítő. És ráadásul úgy látom, ha más is csinálja, akkor így fogynak a kukák. Úgyhogy leadom így, hogy ha kapok bónuszt, akkor biztos most is megkapom. Igen, leszeretném adni. Egy forintot se. Na de srácok, mennyit is kerestünk ezzel a munkával? 60 ezer forintot kerestünk 21 perc alatt. Ugye ez a többi munkához képest semmi. Lehet, hogy a többen lennénk, ez jobb lenne, de egyedül ez így nem működik. Valamint kurva szar a játékélmény, bugosak a kukák. Elfogynak a kukák, hogyha többen is kukásoznak, úgyhogy ezt nem ajánlom senkinek. Na akkor ez a kukás, ez kibaszott szar volt. Na nem baj. Sziasztok! Találkozunk a következő részben.